püspökük van, vagy bíborosuk, egyenesen pápájuk. Na ő a helyettes állapot, itt nem volt itt a pápa bácsi, és ők a nagykövet úr, tehát ő az egyiptomi nagykövet, Gyuri, aki szervezte az egész utat, és hát Sajdi Szabolcsatya, és én itt a telefonon túlsa felül. Hát adtunk ajándékot is a főpapnak, nagyon hálás volt, jó kedvű volt, és ő is adott nekünk ajándékot, meg is mutatott, hogy szép szüzen képet kaptunk. Na és utána átmentünk egy terembe, ez már nagyon-nagyon megható volt, ez egy ilyen dísztelep, itt fogadtak, ott látok, ülnek emberek, aztán ugye többet is meg fogunk látni. Igen, olyan emberek ültek, akiknek a hozzatartozóit vértanú halált haltak. Tehát ott Egyiptomban sajnos ugye sokan meghaltak. Például az a fiatal ember is, hát ugye egy keresztény volt, és felszólították, hogy tagadja meg a hitét. És nem tagadta meg, és ugye Líbiában levágták a fejét, 21 társával együtt. És ugye ezek a muszlim fiúk, hát hogy jobban megijedjen az ember, le is filmezték egész közel. És ugye mutatták, hogy a szája járt, azt mondta, Jézus könyörülj rajtam, Jézus könyörülj rajtam. Imádkozott a halál előtt is. Úgyhogy, hát ez a 21. század szentjei, most lesz egy pár ilyen kép. Ez is egy ilyen fiatalember, akkor fejezték le. Tehát, hogy régen azt gondoltuk a szentek, hogy olyan nagy szakállasok, mert minden, hát egy kis van szakálla, de nem olyan nagy. Na ez egy kislány, ez is hitéért halt meg, és hát hogy mondjam, 17 éves lány volt, amikor meghalt. Hát sajnos ott volt a ruhája, láttam, mert ugye vértanú halált halt, és úgy van, hogy van egy ilyen asztalszerűség, az asztalnak a felső szint, a lapján ott van a képe neki, és az ülés helyett van egy ilyen üveg kalicka, és ott vannak ezek a kerekék. Ez egy másik kislány, aki meghalt, vértanú lett. Na hát itt van ez az édesapa, és itt van mellette tehát ez az ő lánya. Hát ugye beszámoltak, hogy is történt minden, és akkor nem tudott ő persze se magyarul, se románul, se sem. Ha én sem tudtam arabul, megfogta a kezemet, és odavitt, és mondta, imádkozzunk. Tehát ez egy olyan nagyon-nagyon megható volt. Nagyon. Ez az édesanyám, hát ez a két lány neki. És ő is elvitt, és hát ugye szomorú dolog. Egyik lányának a nénynek. Ilyen fiatal lány, most kislány, nem? Még kell meghalni azért, mert valakinek a fejébe ilyen olyan a terrorizmussal kapcsolatos elképzelések vannak. Tehát látszik, hogy jókedvű, derűs, menjünk tovább. Néni, talán ő volt a legkisebb, ő is akkor halt meg ott. A székes egyházban robbantottak. Igen. Ez a férfi kapus volt, és amikor látta, hogy mennek be a, terrorista, utána ment, próbálta lefogni, kivezetni, de hát ő felrobbantott a saját magát, és akkor ő is meghalt. Úgyhogy, na, nem a kapusoknak a védőszentje, ez gondolom. Na hát ez a kopt székes egyház, tehát ugye, hogy méretekkel is, mert mindig az ember az volt, olyan kicsi. Ez akkor a templom, hogy 7000 ember tud leülni benne. Budapestnek a legnagyobb templom, azt mondják, a Szent István Bazilika, abban 2000 ember tud elhelyezkedni. Ez meg 7. Tehát mekkora méret. Menjünk egy picit vissza. Nos, itt van ez a templom, ebben volt a robbantás, nem a székes, de ez egy udvaron
zsebébe, és húztam egy csillót az orrán. Erre elvigyorodott, csavartam is egyet az orrán. Akkor aztán mindjárt nyakamban volt, aztán már jött a másik, és húzta kordámat őt is. Nem lehetett beszélni, olyan olyanok, mint én, hogyha megnézitek, belegyitten én közé. Ha nem szóval arra, biztos nem tudnátok megmondani, hogy melyik az egyiptomi gyerek, és melyik a más. Ő az igazgató néni, és ez a, hát a régi igazgató bácsi, és ez magyarul is tudott. Képzeljétek el, Magyarországon újságírás tanul, vagy 5 évig, és mondta, hogy ez ő szívemre
és nem árulnak rózsafűzét, meg semmiféle mennyei pütyüt, de ezek a fiatalok felmennek maguktól, tehát olyan sok, legalább több mint egy órát mentünk fölfelé, lehúzzák a cipőjüket, imádkoznak, és bemennek a barlangba. Barlang az nagyon-nagyon pici. Ennyi tovább. Hát ugye látod, lejönnek az árnyékba, ott nyáron is meleg, most már tél van ott, de ilyen 18-20 fok körül meleg volt. Ez bent a barlangba. Nagyon-nagyon pici. Tehát olyan, hogy képzeljétek el,
vak, fehér bonttal emlékeztek? Hónap este megint itt lesz a nyáron, elmentek gyalog Magyarországról, Vértessomlóról egészen Lengyelországba, Fekete Madonnához. És hát 8 órakor valószínűleg az ebédlőbe, vacsora után, majd be fog számolni erről az útról, egy kicsit lehet kérdéseket is feltenni neki. Azért gondoltam, hogy jó, hogyha meghallgatjuk, mert ez egy vakember. Bajban van, és nem elkeseredik, hanem ilyen nagy célokat tűz maga elé. És jövő nyáron szeretne Máriacellből elmenni Csíksomjúig, gyalog, fehér bottal. Úgyhogy érdemes megnézni, mert hát hogy mondjam, az ilyen emberek segítenek bennünket abba, hogy ne balra szüzek legyünk, hanem okosak. Jó éjszakát!